A magyarok nagyasszonya templomban a vigília szertartással és körmenettel kezdték meg kismányokon a katolikus egyház legfontosabb ünnepét. Húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a feltámadását, ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, amellyel egy időben véget is ér a nagybőjt. Évek óta mi bukovinai székelyek nem csak a saját településünkön, hanem így a nagyszombati nagymise után, illetve a körmenet után itt kismányokon is összegyűlünk, és megszenteltetjük a húsvéti ételeket. Öröm számomra az, hogy nem csak innen kismányokról, hanem környező településekről is eljöttek a bukovinai székely köröknek a képviselői, azok az emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a húsvéti szokások mellett, a kereszténység megtartása mellett a régi hagyományaikat is tartsuk meg. A kismányoki székely porta udvarán kókonya szentelés következett. A régi bukovinai és keresztény szokások szerint a megszentelt étel legapróbb morzsái sem kerültek veszendőbe. Gyerekek voltunk, emlékszem, hogy a morzsákat össze kellett szedegetni, tehát nem volt, hogy elpocsékolni. És hát amit meg már ugye nem tudtunk, azt természetesen összesöpörték, és a baromfinak, tehát azoknak adták oda, hogy azok erősödjenek, jó sokat toljanak utána tojást. Tehát ez egyfajta tényleg megszentelt étel volt, és hát most ugye nálunk például mindegy gyerekkorom óta ugye a font kalács, meg a töltött káposzta, ugye hát az ünnepi ebéd, de ott kint Bukovinában akkor viszont tehát azokat az ételeket fogyasztották, amit ugye megszenteltek, elhozták megszentelni, kokonya szentelésnek nevezzük, ugye, és így azt fogyasztották. Húsvéti időszakban is igaz, hogy ahány ház annyi szokás, illetve minden tájegységnek, népcsoportnak megvannak az ilyenkor megszokott hagyományaik. A tojásokat ugye Bukovinában előszeretettel írták, és ez ragaszkodtak, tehát nem is engedtek másfajta hasonló dolgok, hiszen ugye Erdélyben voltak, de mindenképpen ragaszkodtak ehhez a fajta íráshoz. Úgyhogy hát hála jó Istennek még vannak, akik csinálják, és ugye hát mit ábrázoltak általában, ugye a mindennapi azokat a szerszámokat, amit használták, azt a gerebjét, ugye ásókapa, meg hát persze voltak szívecskék, meg tértkalácsos, meg különböző motivumok, amiknek volt is értelme, és hát a piros ugye az egyértelműen Jézus vérét szimbolizálta, tehát a tojás ugye az a tulajdonképpen a szaporodás, az újraéledés, tehát ez egy szimbolikus ugyan, de örültek a gyerekek, amikor elmentek. Talán locsolás nem is volt annyira, inkább ajándékot így kaptak, de a locsolás az nem volt jellemző ott. De ugyanakkor, hogy már gyerekeket említem, de viszont volt például ott, hogy ugye, hogy Cibere Vajda konckirály, mikor kezdődött a bőjt, ugye akkor összeverekedtek, megharcoltak, és ugye konckirály lelett, ugye ő a zsíros ételek, meg egyebeknek a szimbolikus megjelenítője, ugye azt legyőzte a Cibere Vajda. Cibere az egy ilyen bőti étel volt. Na most ilyenkor, húsvét ugye most eltelt a bőti időszak, akkor megint megharcoltak, és hát akkor most viszont ugye Cibere, illetve Koncz király lett a győztes, és így akkor most már lehet duskálni az ételben, lehet a zsíros ételeket fogyasztani. Tehát ilyen hasonló mondák, vagy ilyen gyerekeket, mert ugye el tudták bolondítani minket is itt, ugye még abban az időben szüleink. Ugyanúgy ugye például itt föl van állítva a cserkabala, a lábhinta, ez is csak húsvétkor volt felállítva egy hétig, csak utána pakolták el, és kész volt a játék, úgyhogy nem volt utána már ilyen játékban részünk, de ez mindig a húsvétnek az örömét adta. Most kaptam ezt a sógornőmtől, kaptam, de anyukám is például nagyon sokat, és ő nagyon szerette is csinálni, itt van még, hála Istennek még él, úgyhogy így azért átöröklődött ezek az értékek. A bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke elmondta, hogy mennyire fontos a hagyományaikat megélni és továbbadni. Ez a délután és este is erről szólt itt kismányokon, ahová a környező településekről is sokan érkeztek.